A Magyar Diáksportnapot a Magyar Diáksport Szövetség kezdeményezte 4 évvel ezelőtt, amelyhez egyre több ország csatlakozott, köztük Magyarország is. A Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákjai 30 különféle akadályt próbáltak ki szeptember 27-én. A Kulcsár Anita sportcsarnok küzdőterén sorakoztak fel a tanulók, akik erre a sportos napra elhívták szüleiket, vagy éppen nagyszüleiket is. A résztvevőket Szabó István testnevelő tanár üdvözölte, aki elmondta, hogy a mozgás elengedhetetlen része az egészséges életmódnak. Ezek a programok javítják az iskolások egészségét és segítik őket a jó tanulmányi eredmények elérésében. A résztvevőknek a feladatokat a Kulcsár Anita sportcsarnokban és a Rákóczi vár kertjében kellett végrehajtaniuk. A sportcsarnokban a pedagógusok olyan ügyességi pályát alakítottak ki, amiben volt kúszás, mászás, egyensúlyozás, ugrás, kosárlabdázás. Ezen a helyszínen előkerültek a bevásárlókocsik is, ahol az volt a feladat, hogy az egyik gyerek beül a kosárba, a páros másik tagja pedig ügyesen kerülgetve jut el a célállomásig. A Rákóczi vár kertjében a szokványos és hagyományos tesiórás feladatoktól eltérően izgalmas, kalandos kihívások várták a gyerekeket, akiknek autógumit kellett kötéllel húzni egy megadott helyig. Az alsósok sem maradtak ki a mókából, akik a rúdcipelés kihívásait teljesítették. Nagy sikert arattak a különböző ügyességi feladatok is, amelyben a gyerekek és a szüleik közös célbadobáson mutatták meg képességeiket. Az Európai és Magyar Diáksportnapon a Bolyai János Katolikus Általános Iskola minden tanulója teljesítette a kihívásokat. A több órás programon közös élménnyel gazdagodtak a jókedvű résztvevők.